Milyen egy igazi gamereknek szánt alaplap? Pont olyan, mint a Z97X Killer 3.1. A bemutatót az S-Rock Magyarország támogatta. Az USB 3.1-ről már korábban beszéltünk pár szót ennél a videónál. Ennek az alaplapnak az esetében is kapunk egy USB 3.1-es PCI Express kártyát. Ezen található egy darab közönséges, visszafelés kompatibilis USB A, amit már mindenki ismer, hiszen az összes eddigi USB is ilyen csatlakozóval rendelkezett. Valamint ezen túl pedig kapott egy Type-C csatlakozást is, ami az USB 3.1-es szabványhoz tartozik már teljes mértékben. Az X99X Killer 3.1 esetében hallhattatok pár dolgot arról, miért is hasznos az USB 3.1 és az a C-típusú konnektor. Igen, ez tényleg fordítva is bedugható, míg más csatlakozási módszerekről ez annyira nem mondható el. De ezen túl ott van még a Type-C esetében az is, hogy akár 3 ampert is képes leadni, így sokkal nagyobb áramfelvételt igénylő eszközöket is gyorsan fel tudunk vele tölteni, de ez még nem minden, akár videójelet is képes átvinni, és már bizony léteznek is olyan megjelenítők, főleg laptopokhoz számva, amik ilyen csatlakozóval lettek felszerelve. Még egy másik hasznos funkciója is van, ami majd később laptopoknál lesz elsősorban érdekes, hogy a töltés is megoldható ezen a csatlakozón keresztül, mármint hogy a laptopot lehet tölteni, nem kell külön töltő csatlakozás. Talán kevésnek találjátok azt, hogy csak két darab csatlakozást kapott ez az alaplap ebből az USB 3-ból, de annyira nem is kell ettől félni, mert az USB 3.1-nél nagyon sok eszközt egymás után lehet kötni, mint ahogyan például azt a Thunderbolt esetében is hasonlóképpen megoldották. Viszont haladjunk tovább és nézzük meg közelebbről is ezt az alaplapot. A Z97-es chipsetből is adódóan ez egy LGA 1150-es tokozást kapott, közvetlenül mellette pedig 4 darab DDR3-as foglalat található, amiben akár 32 GB memória is pakolható, méghozzá 3200 MHz-es modulokkal. Az alaplapon található 3 darab teljes hosszúságú PCI Express foglalat, ezekből egy darab 16-szoros, a másik kettő csak 8-szoros, mint ahogyan a Z97-es alaplapoknál ez általában szokott lenni. Ettől függetlenül a 3 sim által képes SLI vagy Crossfire támogatása is 3 kártyával, a sebesség skálázódása pedig a következő kép fest. Egy kártya esetén az első slot 16-szoros, két kártya esetén 8-szoros és 8-szoros, három kártya esetén pedig az első kártya 8-szorosan fog menni, a másik kettő viszont csak 4-szeresen. A tárolókkal sem lehet gondja senkinek ennél az alaplapnál, 6 darab SATA vagy 4 darab SATA és egy SATA Express csatlakozást kínál, melyek mellett még mindig ott van egy M2 foglalat és a PCI Express sinek közt. Biztonságra itt is figyeltek az S-Rocknál és kapott ez is egy HDD szévert, mint korábban a bemutatott X99X Killer, itt tudjátok megnézni. A gamereket szolgálják a chipek is, hiszen az egyetlen gigabites LAN csatlakozó, ami található ezen az alaplapon, az egy Killer E2200-as, ami egy Qualcomm vezérlőt rejt magában. Kicsivel ez alatt látható a Purity Sound 2, ami nem mást akar, mint egy Realtek ALC 1150-es chippet, amihez 7.1-es kivezetés is tartozik. Ha már itt tartunk, fussunk neki a hátlapi kivezetéseknek. Egy kombinált PS2 csatlakozó felett van két darab egérnek és billentyűzetnek dedikált csatlakozás, az IGP-hez tartozó DSAB és DVI kivezetés, valamint egy HDMI, ami felett két darab USB 3.0-át láthatunk. Ezután még 4 darab USB 3.0-as csatlakozás, a Killer LAN csatlakozója, valamint a Purity Sound 2-nek a 7.1-es kivezetései. Ami még hátra van, az a tartozik kavalkád. Itt van egyből a USB 3.1-es PCI Express kártya,
kapunk még 4 darab SATA kábelt és a HDD-szével csatlakozóját. Bár az alaplap támogatja a 3 kártyás megoldásokat, mivel csak 8-szoros, a másik két kártya pedig 4-szeres sebességen tud menni ilyen üzemmódban, ezért csupán egy két utas fix SLI hidat adnak, hiszen 8-szoros és 8-szoros sebesség azért mégis azt hiszem, hogy életképesebb, mint 3 kártya úgy, hogy abból 2 csak 4-szeresen megy. Az azért egy picikét visszavesz a teljesítményből, így annyira nem érdemes szerintem Z97-es alaplapoknál 3 kártyás rendszerben gondolkodni. Ezeken túl egy szép IO Shield és egy User Manual, meg Driver CD is a csomag része. Lájkoljátok, diszlájkoljátok a diszlájkoljátok, vagy hagyjatok lent egy kommentet, ha van kérdésetek, vagy hozzászólnátok valamihez. Hamarosan megnézzük majd, milyen lett az új Windows 10, és meg fogunk próbálni építeni majd valami PC-t is egy különleges, hatalmas házikóba, meglátjátok, nagyon jó lesz. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!